Ne spájzolj! Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Facebookon és YouTube-on is elérhető kampányvideója. A képsorok szerint idehaza akár 12 millió embert is el tud látni a mezőgazdaság élelmiszerrel, és a boltok polcain 100-ból 75 termék Magyarországról származik. A kamara ezzel a videóval akarja felhívni mindenki figyelmét arra, hogy nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni. Az elmúlt hetekben a vevők szó szerint megrohanták a boltokat, ezért ideiglenesen hiány volt lízből, ez viszont mostanra megoldódott. A malmok azok átálltak egy megnövekedett igényeknek a kiszolgálására, és folyamatosan üzemelnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a liszt ellátásában fennakadás az a közeljövőben nem várható, és a húsok vonatkozásában volt még ilyen árukészlet hiány, sőt ott extrém áremelkedés is volt tapasztalható néhány helyen, de itt is meg kell nyugtassak mindenkit, hogy nincsen hiány hazai alapanyagból. A vásárlási láz az elmúlt napokban a szakember szerint alábbhagyott. A készleteket a boltok ennek ellenére folyamatosan töltik fel, a mezőgazdászok pedig dolgoznak az élelmiszer utánpótlás biztosításán. Amint túl vagyunk ezen a havas időjáráson, ezeken a havas napokon, akkor a munkák a földeken tovább fognak folytatódni, és a termelők munkavégzése nem lesz akadályozva. Magyarországon 400 ezeren élnek a mezőgazdaságból, ők azok, akik biztosítják a hazai élelmiszerellátás legjavát.